Én Szekszárdon születtem, de Tónán élek kezdettől fogva gyakorlatilag. Itt Tónán jártam óvodába, általános iskolába, mindvégig itt laktam, és jelenleg is itt lakom Tónán. A szakközépiskolát a Szekszárdon végeztem, még akkori Rózsa Ferenc szakközépiskola, ami az utolsó évből, ugye már első Béla lett talán. Ott végeztem, én ott érettségiztem, majd ezt követően 93-ban vonultam be sorkatonának, ugye az érettségit követően besoroztak. Sorkatonának ott Pécsen voltam, a régi úgymond Áperben, az Rényi Miklós tüzérdandárnál voltam egy évet sorkatona, és akkor sorkatonai szolgálat után onnan kvázi leszerelve a civil életbe folytattam, vagy kezdtem meg a munkám, és a rendőrséghez igazából 2002-ben jöttem, 2002-ben kezdtem meg a Budapesten a rendőrszakközépiskolát. 8 hónapig voltam fenn a készeléti rendőrségnél, ugye akkor nem tudtam hazajönni rögtön ide Tolna megyébe, hanem egy kisebb várakozás után nyilván egy áthelyezési kérelemmel kerültem ide 2005-be. Végül is Tolnára, a szekszárdi rendőrkapitánysághoz, a tolnai rendőrösre. Tényleg azért vagyunk, hogy egyrészt segítsünk, másrészt pedig azért, hogy megpróbáljuk mind a bűnügy vonalán a megelőzést, mind a közlekedési balesetek, tehát mind a közlekedés részébe beleavatkozni olyan szinte, hogy minél kevesebb közlekedési baleset legyen, minél kisebb sérüléssel járó közlekedési baleset legyen, minél kevesebb ember váljon Tolnán sértetté a bűncselekményeknek a kapcsán. Ha már sértetté váltak, akkor viszont próbáljuk meg az ő anyagi javukat, amit jogtalanul megszereztek, valamilyen szinten visszaszerezni, lefoglalni, valamilyen módon megtéríteni. Tehát ez mind összetett, és ez nyilván az ősnek az összes dolgozója ilyen szemlélettel dolgozik. Tolnaiak vagyunk, tehát én itt lakom, szinte mindenkit ismerek, vagy legalábbis nagyon sok mindenkit. Bátran leszólíthatnak szolgálaton kívül is, tehát nem feltétlen muszáj, hogy rajtam legyen az egyenruha, és meg is teszik egyébként, beszélgetünk, elmondják, mi lehet a probléma, hol lehet esetleg még egy kicsit odafigyelni a bűnmegelőzésbe is, illetve a bűnfelderítésbe is. Két csodálatos gyermekem van, egy 16 éves és egy 21 éves lányom. 21 éves lányom, ő Budapesten lakik jelenleg, félig meddig ugye albérletben lakik fenn Budapesten az ELTE-n. Tanul, még egy fél éve van vissző pénzügy számvitelen, van nappali tagozaton. A fiam pedig ő elsős, most talán vagy 9-es ugye újonnan már, tehát nem elsős, meg negyedikes, hanem ugye 9-es. Palánkon a Csapó Dániel mezőgazdasági szakközépiskola és technikumba mezőgazdasági technikus szakon, tehát ő most fogja az első évét elvégezni. Hobbi között szerepel nyilván a horgászat, inkább már a fiam ezt jobban preferálja és jobban szereti, de ettől függetlenül elmegyek vele, megteszünk, én sem tagadom meg, hogyha egy napot el tudunk horgászni és van rá idő. Méretetlenül büszke voltam erre a díjra, de az, hogy az önkormányzat is, és esetleg még az állampolgárok is azért látják ez alapján azt, hogy próbálunk tenni és teszünk gyakorlatilag a közjóért, meg ahhoz, hogy az emberek biztonságban élhessenek, biztonságban közlekedhessenek. Ennek szintén örülök, és erre büszke vagyok, hogy nem csak mi látjuk ezt, vagy gondoljuk belülről, hanem talán kívülről, mint visszajelzésként is ez nagyon sokat számít.